A közös szakma a kárpitozás hozta össze kis Évát és férjét, Sándort. Éva és Sándor élete ugyanúgy kezdődött, mint bárki másé. Kezdetben Éva édesanyja házában éltek, később azonban közös vállalkozást terveztek, és közben megszületett 1999. novemberében első gyermekük, Dusán. A kisfiú azonban 4 évesen, 2004. augusztusában életét vesztette egy autóbalesetben. Éva és Sándor a szörnyű tragédia után sem adta fel. Azért, hogy megteremtsenek egy közös kárpitos műhelyt és egy nagyobb családi fészket, svájci frank alapú hitelt vettek fel egy izsáki ingatlanra. Megszületett 2 kislányuk, Odette 2005-ben, Iringó pedig 2007-ben. Így már teljes volt a boldogság, család, ház, gyerekek és a vállalkozás. Ezt a boldog és tökéletesnek látszó időszakot azonban rövidesen újabb tragédia követte. 2009 májusában ugyanis Odette rákos betegsége miatt mindössze 3,5 évesen követte bátyját a mennyországba. A kislány betegsége idején Éva és férje nem fogadták el, hogy gyűjtsenek nekik, úgy gondolták, hogy az ő feladatuk ezt megoldani. Így újabb hitelt vettek fel, majd rövidesen bekövetkezett a már jól ismert svájci frank bukás. Nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznunk, hogy egyáltalán megmaradjon ez a ház. És egy olyan mókuskerékbe kerültem, kerültünk tulajdonképpen, amiből később már láttam, hogy valahogy ki kellene mászni, de akkor már nem volt hogy. Tehát akkor már nem láttam belőle kiutat, csak a munka, és akkor pörgött, és akkor semmi, tényleg csak a munka. Tehát az összes ismerősünk úgy ismer minket, hogy mi állandóan csak dolgozunk. Nem megyünk sehova, tényleg így volt. Sehova nem mentünk, csak a munka. Fesztiválokra, rendezvényekre jártam, sokszor ő is eljött velem, férjem is, és 2015-ben úgy alakult, hogy az agyam azt mondta, hogy jó, akkor ennyi volt. Tehát itt akkor most fejezzük be, mert ezt nem mehet így tovább. Agyvérzést kaptam, 12 nap múlva a kifolyt vér, ami bent maradt, ugye az berögösödött, elindult, és egy 7 cm-es területet elzárt, bal oldalam az elszállt, és tolószék. És akkor ott ültem nagykörösen a tolószékbe, hát azt nem kívánom senkinek, mikor azt látod, hogy az életed az úgy megállt, és folyik melletted az élet, csak te nem vagy benne. És tudod azt, hogy van egy családod, aki otthon vár rád, és muszáj mindent megtenned, és erőn fölül minden tényleg, nem mondhatom azt, hogy elhagytam magam, mert egy percre se szerintem, és már ott, még bénán feküdve, már kitaláltam azt, hogy jó, akkor innentől eddig életemnek vége, de amit csinálok, azt meg nagyon szeretem. Éva újra tanult mindent, amit csak lehetett, férje pedig mindvégig hitt a felépülésében, támogatta, ahogy csak tudta. És hogy annyira pozitív férjem volt, hogy figyelj, nála pozitívabb embert én még nem láttam. És mindenbe támogatott, amikor nem voltam éppen szép látvány, ezek a tragédiák úgy azért a bélyeget nyomogatták rám szépen, és ő akkor is mindig, hogy milyen szép vagyok, meg ilyeneket mondott. Tehát maximálisan, pozitívan erőt adott mindig a mindennapjaimhoz, hogy tudjak tovább létezni és épülni, és meg is lett az eredményem. A bénulás ugyan nem múlt el maradványok nélkül, de Éva megtanult így is élni. A jövőkép reménye már a kórházi ágyon fekve felvillant benne, hiszen világ életében az alkotás volt a lételeme, így tudta, hogy nem adhatja fel azt, amit addig csinált. Ezért döntötte el, hogy elindít egy webáruházat, hiszen a rendezvényeken, kézműves vásárokon már nem tudott megjelenni, ugyanis agyvérzése óta nem vezet. Éva elfogadta sorsát, és kihozta a legjobbat az akkori helyzetéből, amit csak lehetett. Újra boldogok lehettek. 2021 első napjaiban azonban újabb tragédia érte a családot. Férje, édesanyja eltávozott közülük. Ismét összetörtek. Január 21-én eltemették az édesanyát, majd Éva férje Sándor a temetés másnapján összeesett, és a karjaik közt meghalt tüdőembóliában. Itt maradtunk ketten a kislányommal. Én egy agyvérzéses bénaságból fölkelve, a vállalkozásunk, ami addig volt, azt felejtsük el, tehát az már úgy nincs,
ami termékeket én még meg tudok csinálni azokon a napokon, amikor jól vagyok, akkor ugye valamennyi kis terméket meg tudok csinálni, de ez már töredéke annak, ami volt. Tehát, ha a lakáshitelünk nem lenne, akkor el tudom magunkat tartani, tudunk tovább létezni, tudunk tovább élni, tehát nem félek olyan értelemben a jövőtől, soha nem is féltem, mindig is dolgoztam, mindig is a saját munkámból tartottam el magam. Ha nem lesz hitelem ezen a házon, akkor már mindenem megvan. Egészséget a Jóisten mindig ad, annyit, amennyi kell nekem, mindig segít. Mindig. Tehát nem hagyott el a hitem se, egy percre se. Az is megmaradt nekem szerencsére. Tudom, hogy hova tartozom, csak vannak nehéz napok. Éva 13 éves kislánya túl hamar tapasztalta meg, milyen a felnőtt lét. Ő a mindennapjait nem a szokásos tinédzser dolgokkal tölti, hanem édesanyját figyeli és ápolja, végzi a ház körüli teendőket. Most egy magaságyásos kert kialakításán dolgoznak, rájöttek ugyanis, hogy az egészségük mindennél fontosabb, így szeretnének saját gyümölcsöt és zöldséget termeszteni. Kaptak már tárgyi segítséget, raklapot, téglát, földet, most azonban fizikai segítségre lenne szükségük, hogy mindez meg is valósuljon. Olyan nehéz ezt az egész nyomorunkat így most a világ elé tárni, mert nekem mindig munkára tanítottak, és én most is dolgozni akarok, csak nem bírok úgy, ahogy kellene. És ez egy olyan iszonyatos érzés, amikor azt érzed, hogy fejbe csinálnád, csak nem bírod. Tehát februárban volt most egy szívkatéter vizsgálatom, jövőre terveznek beavatkozást, és majd meglátjuk. Most egyelőre még nincs fizikai erő. Éváéknál a legnagyobb problémát a hatalmasra nőtt svájci frank jellegű lakáshitel törlesztése okozza. Bénulása óta a bal kezén csak két ujjába tért vissza az élet, ami miatt nem tud úgy és annyit dolgozni, amennyit kellene, hogy mindent ki tudjanak fizetni. Aki szeretné támogatni Évát és Iringót, a képernyőn látható számlaszámra utalhatja el azt az összeget, amit gondol, amennyit megtehet. Az utalás során a kis Éva nevet kell feltüntetni, és a közleménybe az adományszót kell beírni.